Mindig azt gondoltam, hogy a Tanú című film az Magyarországon mindig már csak egy vígjáték marad, célozva, hogy régen ilyen országban éltünk. Sajnos a Magyarországon, a parlamentben olyan jeleneteknek voltam a tanúja, amik azt jelzik, hogy sajnos a Tanú című filmet, ha újra néznénk, akkor egyáltalán nem nevetnénk rajta, hiszen nagyon is aktuális. Ma a parlamentben a mentelmi bizottság javaslatára Varjú Lászlót felmentették a mentelmi joga alól, így majd megvizsgálják azt az elképesztően durva esetet, amikor is Varjú László a TV-székházban, miközben megpróbált képviselő jogaival élni, egymaga letepert 6 darab biztonsági őrt, és azoknak még akár a vádliát is megfogta. Így aztán ezt a döntést a Fidesz meghozta, reméljük majd, hogy a mentelmi bizottság is a többi vizsgálat majd bebizonyítja Varjú László hátatlanságát, de minden esetre úgy tűnik, hogy az az ország, amit most élünk, az egyre inkább sodródik afelé az ország felé, amiben régen éltünk. Reméljük, hogy nem fog ez már sokáig tartani. Köszönöm. Az előbb megakadt a felvétel, hiszen egy katona jelezte, hogy rossz helyen vesszük fel a videót. Hát sajnos egyre kevesebb tere van a szólásszabadságnak itt a parlamentben, de azért folytatom. Mai nap krónikájához az is hozzátartozik, hogy a Fidesz titkos szavazáson háterülteti a Pót Pétert főügyészként újabb 9 évre, és Andó Tündét újabb 12 évre. Mind a kettő személy nagyon szorosan kötődik a NER-hez, gyakorlatilag Pót Péter eddig is főügyész volt, Andó Tünde pedig az Országos Bírói Tanácsnak az elnöke, Szájer Józsefnek a felesége. Egyértelmű, hogy olyan emberek kerülnek főügyész, illetve alkotmánybírói jogkörbe, akik ezt a rendszert kiszolgálják. Folyamatosan tovább sérül a magyar jogrend. Nem tudjuk, hogy hová fog ez vezetni. Az ellenzék jelentős része, jó magam is, kivonultunk erről a szavazástól, nem veszünk részt ebben a kutya komédiában.